minél fejlettebb egy ország, annál nagyobb a kötvénypiaca. Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke tartott előadást a Nyíregyházi Egyetemen, a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének tisztújító közgyűlése előtt. Az alelnök a Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramját ismertette a hallgatókkal, amely elmondása szerint egy újfajta, magasabb szintű tőkebevonásra nyújt lehetőséget a vállalatok számára. Erre azért is van szükség, mert a hazai vállalatok kötvényállománya mindössze 1,5% körül alakult a GDP-hez képest 2018 végén. Ez az érték pedig mind az Európai Uniós országok, mind a kelet-közép-európai országok átlagától messze elmarad. A Magyar Nemzeti Bank egy olyan kötvényprogramot indított 2019-ben, aminek a célja a vállalati kötvénypiacnak a fejlesztése. Magyarországon a vállalatok nem nagyon bocsájtanak ki kötvényeket, általában elmennek a bankokhoz és hitelformájában szerzik meg a finanszírozásukat, vagy éppen belső cashflow-ból, tehát pénztermelést forgatnak vissza, és így próbálják finanszírozni a működésüket. Ugyanakkor ez a kötvénypiac nagyon fontos, egyrészt azért, mert a banki ráutaltságot csökkenti, másrészt sokkal hosszabb finanszírozást tud adni, harmadrészt pedig sokkal több befektetőt tud a vállalatoknak a kötvény mögé helyezni. A program keretében a jegybank 450 milliárd forint keretösszegben vásárol értékpapírokat a megfelelő minősítéssel rendelkező nem pénzügyi vállalatoktól. A kibocsátott kötvények maximum 70%-át, tehát legfeljebb 20 milliárd forintnyi értékpapírt vásárol meg a Nemzeti Bank, a fennmaradó összeget pedig a piaci szereplők és befektetők szerezhetik meg. A felső-közép nagyvállalatokról van szó, hiszen ezeknek a kötvényeknek a mérete az minimum 1 milliárd lehet, a maximum pedig kb. 30 milliárd körül összegben lehet kibocsájtani. Tehát ekkora finanszírozást, hogy valakinek 1 milliárdtól 30 milliárdig, ez inkább a nagyvállalati kérdéskör. De természetesen a Nemzeti Banknak van egy másik program, ez a növekedési hitelprogram, ami viszont KKV-knak ad olcsóbb finanszírozást, de az hitelformájú. Tehát egy kicsit úgy kell gondolkodnunk, hogy a hitelek az mindenkié, a kötvénypiac egyelőre közép-nagyvállalatoké, legalábbis a program ezen szakaszában. A kötvényprogramba eddig 180 vállalat jelentkezett, közülük eddig 20 szerezte meg a szükséges hitelminősítést, és 16 már sikeresen túl is van a kötvénykibocsátáson. Az alelnök elmondása szerint a programba jelentkezhet minden jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, nekik az MNB honlapján kell regisztrálniuk, majd egy befektetési szolgáltató és egy hitelminősítő segítségével kezdhetik meg a kötvény kibocsátását és a befektetők felkutatását.